Főzzünk be paradicsomot! Gyere, megmutatom, hogy én hogyan csinálom. Először is kimegyünk a kertbe, és szedünk egy kis friss paprikát. Ez nézd, milyen szép a friss paprikám. Kutyikák is megnézik. Prika. Ennyi elég is lesz. És készültem a paradicsommal, ki vannak főzve, vagyis meg vannak főzve, egyel csak a héját fogom leszedni nekik. Nagyon szépen könnyedén le fog jönni, így fogom mindnek leszedegetni, szépen megpucolgatom, és bele fogom rakni egy nagy edénybe. Azután a paprikát megtisztogatom, és vettem a piacon egy óriási, gyönyörű zellerszárat, hát ennek nem mindet, de azért a jó felét bele fogom főzni, és ez fogja neki megadni a finom-finom zamatát. Azért van egy jó dolog, amit ki kell tisztogatnom. Szépen nekiállok, és különben nagyon hamu megy. Gyorsan először megnézzük kézzel, így még pillanatok alatt megyünk neki, meg tisztogatom a késsel ezt, ami kiáll, hogy szép tiszta legyen. Úgy. Majd ezt is megmutatom. Ennyit csinálok, hogy a kezemmel szétpasszírozom. És ennyi. Ennyi a művelet.
mindent megmutatok. Leszem a héját, késsel egy kicsit itt megtisztogatom. Azután ennyi. Csak a... És ennyi. Nagyon egyszerű. Kész is lettem egy kis zöldség megpucolással, és egy kis újhagymát is fogok beletenni, fokhagymát, akkor ez az ellerszárat és a saját termesztési paprikánkat. El is készültem az első adag paradicsom, körülbelül egy 10 perc alatt meg is lettem vele. Most belevágom ezeket a nagyon-nagyon finom paprikákat, és a ezt is elég csak itt bele. Jó, de finom újhagyma. Jaj, finom újhagyma, minden bele, egy kis fokhagyma. Szára is. Nagyon finom az illata. És nagyon finom lesz tőle az íze. Ezek ilyen nagyon finom, vegyes házi ízek. Ebből nagyon finom paradicsom, glié fog kikerekedni. Na, és akkor ezt így felrakom főni, és amikor megfőd, összefőd, szépen lassú tűzön, akkor az fog történni, hogy nagyon kicsit összetúrmixolom az egészet, mert nem veszem ki ezeket a paprikákat, majd csak maximum ezeket a kis külső héjjel fogom megtisztítani, és aztán mehet vissza bele a paradicsom. És nagyon finom lesz vacsorára. Na, el is készültem, föl vannak rakva a paradicsomok, be vannak a zöldségek is, paprika, akkor zeller, fokhagyma, vöröshagyma. Ez volt a legelső, ez már nagyon szépen előre haladott állapotban, fordogál szépen lassan, úgyhogy ők is úgy fognak járni, hogy szerintem még egy olyan 1-2 órát nagyon lassan, hogy ne forjanak szét, éppen hogy csak összefőjenek a zöldségek, meg puholjanak, hogy le tudjam a paprikának húzni a kis héját, és megmaradjon benne a finom belseje, akkor ugye mindenből új van benne, szóval új hagyma, új fokhagyma, paprikát is még ki kellett egyszer mennem szedni. És akkor szépen ügyesen ezt belepakolgattam, ez jó sűrű lesz, amikor majd össze fogom turmixolni, és aztán majd még kell hozzá egy kicsi víz, só és bors. Mondjuk nem biztos, hogy fogok hozzá borsot tenni, de viszont sót azt biztosan. Eltelt egy egész éjszaka, itt hagytam ezeket a paradicsomokat, miután főztem, mert ma ki kell belőle szednem a paprikát, és annak azt a külső héját le kell szednem, meg is mutatom. Ilyenné vált. Nagyon lassú tűzön főztem. Nagyon-nagyon lassú. Éppen, hogy csak bugyogjon. Okay. És most szépen ki fogom belőle szedni. A kiszedés pedig úgy zajlik, hogy használom a kis fakanalamat, és elkezdem megkeresgetni, vagy inkább ebbe több van. És akkor itt vannak a paprikák.
is mutassam. És így megfogom, és itt szépen lehúzogatom róla ezt a külső vastag ezt. Jó, ez egy kicsit ilyen játékos, de szépen meg lehet csinálni, és aztán a paprikának a belsejét, azt viszont visszateszem. Na és el is jött az idő, hogy üvegezünk. Segítőm. Nem vagyunk egyedül. Okay. És aztán felfordítva bekerülnek egymás mellé. És elérkeztünk az utolsó üveghez, ebbe az oblobozba. Mindjárt megmutatom. Nagyon szépek lettek, és olyan ízletes különben megkóstoltam az előbb. Igen.
Azért lett egy jó csomó. Ez itt a mi dunszthelyünk. Mindenféle meleg takarók, és ez a hely itt erre szolgál, hogy itt rakjuk el a meleg helyre. A kutyika eljön onnan, gyorsan gyere! Gyorsan gyere, mert hozza az apa a meleg paradicsomot. Na. Úgy is nem be is lesz. Akkor majd jön a következő, egymásra tejére. És készült, itt vannak a kis üvegecskéink. Sánti már vigyázz rá, Hosika, vigyázz rá. Igazából be vannak bugyolálva. Nem is pontom ki. Az a lényeg, hogy itt vannak bent nagyon-nagyon-nagyon sok-sok üveg, és nagyon forróság van benne, úgyhogy ezt most addig itt fogjuk tartani, amíg kihűl. És készültünk a finom paradicsomlevünkkel, zöldséglevünkkel, mert ugye ebben nem csak paradicsom, hanem minden más finomszárság is van, zeller, paprika, hagyma, fokhagyma, és egy kis só. Ezt az italt én vacsora helyett szoktam fogyasztani, nagyon tápláló, tele rosttal, vitaminnal, vagy pedig tisztító kúrákra. Úgyhogy most meg is kóstolom. Fenséges az íze, fenséges az illata. Javaslom, hogy te is készítsd el otthon. Egészségedre!